Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt hónapok komoly megpróbáltatások elé állították mind Magyarországot, mind a magyar embereket, és kellő óvatossággal talán úgy fogalmazhatunk, hogy a járvány ellen az első csatát megnyertük, és ezért most köszönetet is kell mondanunk a frontvonalban harcolók áldozatos munkájáért és a magyar emberek fegyelmezettségéért. A kormány a járvány elleni védekezés mellett a munkahelyek védelmét, a vállalkozások és a családok megélhetésének támogatását jelölte meg prioritásként. Ezzel szemben pedig a baloldali pártok nem éltek azzal a történelmi lehetőséggel, hogy végre az összefogást tanúsítsanak és segítsék a kormányt a válság megoldásában, hanem most is politikai haszonszerzés céljából pitiáner módon minden fronton támadták a kormányt. Mindeközben a baloldali önkormányzatoknál milliós tanácsadói szerződéseket kötöttek, és eközben kirúgások, fizetéscsökkentések és megszorítások sorra követték egymást. Sajnos nincs új a nap alatt a balliberálisok házatáján, hiszen a válságkezelés számukra egyet jelent a megszorításokkal. Sajnos Márai Sándor szavai a mai magyar politikai viszonyok között is valósak. A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszélyes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. Tehát a tanácsadói szerződéseket megkötik, de az embereket tesznek az utcára, és csökkentik a dolgozók fizetését. És néhány példát hadd említsek. A fő zsákmányharcos nem más, mint Niedermüller Péter, aki Erzsébetváros polgármestereként csökkenti az óvónők fizetését, de eközben valami egészen csodálatos módon mégis van pénz 30 millió forintos megbízásra Gyurcsány ügyvédjének, az ÁFA és adócsaló Ceglédi Csabának. De ugyanúgy említhetném Pikó András, elvette a Józsefváros egészségügyi dolgozók, rendőrök és tűzoltók lakását. Vagy nézzük Hódmezővásárhelyet, ahol Márki-Zay Péter polgármester saját fizetését változatlanul hagyta, de az mindeközben embereket rugott ki és csökkentette a dolgozók fizetését. Az elhangzottakra tekintettel kérdezném államtitkár urat, hogy hogy veszik ki a válságkezelésből a részüket az ellenzéki önkormányzatok közben. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Orbán Balázs államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hogyha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt tudnám önnek mondani, hogy vegyesen. Tehát vegyesen veszik ki a részüket az önkormányzatok. Ugye a helyzet az úgy áll, hogy egy világjárvány elleni védekezés az mind az emberéletek megóvása, mind a munkahelyek megvédése szempontjából teljes nemzeti összefogást kíván. Ez a nemzeti összefogás sok mindenben megnyilvánul, ugye a különleges jogrend által lehetővé tett hatáskorát rendeződések a kormányra is nagyobb felelősséget hárítottak, de az önkormányzatokat vezető polgármesterekre, Budapesten pedig a főpolgármestere is nagyobb feladatot és hatáskört, tehát jogokat és kötelezettségeket telepítettek. Gazdasági értelemben is a közös teherviselésnek a jeleit látjuk, ugye a közös teherviselés új keretrendszerét kellett megteremtenünk. A kormány maga is átcsoportosítások és a járvány elleni védekezési alap létrehozásáról döntött. Ebben kért szolidaritási hozzájárulás mind a multinacionális vállalatoktól, mind a politikai oldalak képviselőitől, mind az önkormányzatoktól, mind pedig a bankoktól, és így járt helyre, így állt össze az az alap, amelynek segítségével meg tudtuk védeni az önkormányzatokat. Tehát ez a dolognak a jó oldala. Vannak olyanok, vannak olyan településvezetők, vannak olyan önkormányzatok, vannak olyan politikusok, akik az egészségügyben, a szociális szférában, illetőleg a rendvédelmi dolgozók mellé állnak és segítik a járvány elleni védekezést, és így tudtuk azokat az eredményeket elérni, amelyekről már itt a mai napon is sok szó esett a parlamentben, hogy nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten eredményesen sikerült kezelnünk a járvány elleni járvány első hullámát. Sajnos nem minden esetben és minden helyzetben ilyen derűs az összkép. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra Böröc László képviselő úr, a szó, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, köszönöm a válaszát. Alapvetően mégiscsak azzal van a probléma, hogy bár, ahogy elhangzott a mai vitában is, az önkormányzatoktól a gépjárműadó az nagyjából a költségvetésük 1,5%-át érintette. Ehhez képest
az ellenzéki baloldali önkormányzatok folyamatosan azt hangoztatják, hogy mire nincs pénzük, közben mégiscsak 10 milliós tanácsadói szerződéseket tudnak kötni, ahogy azt Niedermüller Péter is tette, és nem ő az egyetlen. És mindezt úgy tette meg, hogy azt is elhallgatta, hogy Ceglédi Csabával januárban is kötöttek egy 16 millió forintos tanácsadói szerződést, és ugyanakkor a válsághelyzetet kihasználva a különleges jogrend alatt további 29 millió forintos megbízási szerződést kötöttek Ceglédi Csabával, ugyanakkor pedig embereket rúgnak ki az állásukból, csökkentik a fizetéseket, és van pofájuk még az óvónő, meg az egyéb fizikai, mint például Miskolcon a fizikai munkásoknak a bérét csökkenteni. Ez egyébként egyszerűen megengedhetetlen és felháborító, hogy Pityánert politikai célokra használják a válságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválaszra államtitkár urat illető a szó, parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, ahogyan említettem, nem minden esetben ilyen jó a helyzet, ugyanis azt látjuk a baloldali polgármesterek, városvezetők és politikusok részéről, hogy minket vádolnak diktatúra építéssel, miközben egyébként a fővárosban a fővárosi közgyűlés nem ülésezik, közben a parlamentben itt minden héten, annak ellenére, hogy ennek ellenkezőjét állították. Itt ülésezünk, és közben a fővárosi közgyűlésben teljhatalommal élve főpolgármester úr hozza meg a döntéseket. Minket vádoltak gondatlansággal, miközben a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthona sajnálatos módon a koronavírus járvány legnagyobb gócpontjává változott, annak ellenére, hogy a rendvédelmi szervek és az egészségügyi szervek, tehát a kormányzati beavatkozást mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen, de az a gondatlanság, ami ott felmerült, azzal összefüggésben nem lehet megkerülni a politikai felelősség kérdését sem, az sajnos gócponttá tette ezt a helyzetet. Törvényességi felügyeletet azt a fővárosi és megyei kormányhivatalok gyakorolják, minden önkormányzati döntés arányossága, törvényessége, szükségszerűségével kapcsolatban a megfelelő vizsgálatot folyamatosan folytatjuk. Köszönöm szépen a szót!